200 adag ebéd fogyott a 12. jótékonysági ételosztáson, és 51 közfoglalkoztatottat vendégelt meg a város a menzán. Több időt vesz igénybe a kiszolgálás az azonnali adatszolgáltatás miatt. A kisebb éttermeknek, cukráznáknak egyelőre nem kell rögtön jelenteniük az eladásokat a nap felé. Mezopotámiai dánvadborjak és szurikáta apróságok születtek a Szegedi Vadasparkban. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Vasárnap már a 12. alkalommal főztek a rászorulóknak a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület önkéntesei. Ezúttal a Szabadság téren osztották az ételt, amiért csak nem 200-an álltak sorba. Azoknak, akik mozgás problémáik miatt nem tudtak eljutni a jótékonysági akció helyszínére, házhoz vitték az ebédet az önkéntesek. Több mint 50 embernek juttatták el így a tarhonyát és a csirkemájat. Ameddig szükség van rá, és van olyan anyagi támogató, aki finanszírozza, addig folytatódik az étel- és ruhaosztó sorozat Hódmezővásárhelyen. Már 12 alkalommal főztek az egyesületek önkéntesei a rászorulóknak, eddig több mint 2000 adag ételt osztottak ki. Vasárnap a Szabadság téren az eddigi legnagyobb tömeg gyűlt össze, akiknek ezt a lehetőséget hét felajánló önzetlensége teremtette meg. Olyan cigány emberek, olyan derék cigány emberek, akik segíteni szeretnének azokon, akik rászorulók és megtehetik. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen sok rászoruló ember veszi körül az embert, akkor kötelessége is az embernek egy kicsit gondolni másokra, nem csak saját magára. Sült máj és krumplis tarhonya főtt a bográcsokban, amik a nagy létszám miatt gyorsan elfogytak. Hónap végén sokan már nem jönnek ki a pénzükből, ezért a rendezvény most többeknek is jókor jött. Van, aki úgy látja, egyre többen élnek a létminimum közelében. Régen is voltak, most meg még több van. Most meg sajnos még több van, ugye hát sok ember a munkáit elveszti, meg a jövedelmük is olyan, hát sok embernek szükség van az ilyen. A ruhaosztások, a ételosztás. Nem mindenki tud az árkádba vásárolni. Márkizai Péter az ételosztás közben elmondta, hogy igyekeznek olyan helyszíneket választani, ahol szükség van a jótékony segítségre. A Szabadság téren most több mint 200-an álltak sorba az ebédért. Itt nagyon sok rászoruló él, és ráadásul nagyon sokan mozgás problémával is küzdenek, tehát nem tudnak elmenni más helyszínre. És hát látszik is, itt már most nem csak, hogy elfogyott az első, 180 adagra készültünk, 180 adag sütemény is, 10-15 kiló kenyér nem volt elég, kellett plusz hozni. Most hoztunk egy hatalmas adag tésztát, még készül tarhonya is, úgyhogy most nagyon-nagyon sokat, és kivitelre is viszünk ki. Most is az előzőnél többet is, tehát nagyon remélem, hogy itt is most azt látom, hogy már mindenki jól lakott, tehát aki idejött, az kapott enni, és még elvitelre is tudtunk adni. Az étel- és ruhaosztás két hét múlva folytatódik, mivel már érkezett támogatói felajánlás a következő rendezvény megszervezésére is. Fejenként 12.000 forintos vásárlási utalványt kapott mind az 51 hódmezővásárhelyi közfoglalkoztatott az önkormányzattól. Márkizai Péter a jutalmak átadás előtt kiemelte, hogy az egyre nehezebb gazdasági helyzetben igyekeznek minden segítséget megadni az alacsonyabb jövedelmű dolgozóknak, a kikapcsolódásukat pedig strandbelépőkkel próbálják támogatni. Megköszönte az 51 vásárhelyi közfoglalkoztatott dolgozó odaadó munkáját hétfőn délben az önkormányzat vezetése. A Cselesnyés kollégium menzáján egy ebédre hívták meg őket, de más meglepetésekkel is készültek nekik. Minden évben megvendégeljük a közfoglalkoztatottakat. Idén ők egy családi strandbelépőt kapnak még, illetve egy 12.000 forintos mülleres vásárlási utalványt. Ezt a legtöbben élelmiszerre költik, mivel a jövedelmükből nem engedhetik meg, hogy extra kiadásaik legyenek, tudtuk meg a rendezvényen. A polgármester a helyszínen kiemelte, hogy igyekeznek az önkormányzat szűkös anyagi keretéből a lehető legnagyobb figyelmet fordítani a közfoglalkoztatottakra is. 15% emelést kaptak a közmunkások 25%-os inflációval szemben, amiből ráadásul, hogyha csak az ő általuk leginkább vásárolt energia, élelmiszert nézzük, akkor az akár 50-100%-os is. Most azt látjuk, hogy ők sokkal rosszabbul élnek, mint egy-két évvel ezelőtt. Éppen ezért azt gondolom, hogy az önkormányzatnak felelőssége és feladata, hogy az a szerény lehetőség, amit mi tudunk adni, azt megadjuk. A Vásárhelyi önkormányzat tavaly karácsonykor is támogatta a közfoglalkoztatottakat, akkor 54 dolgozónak adtak át egy-egy 10.000 forintos vásárlási utalványt, amit egy bevásárlóközpontban tudtak beváltani.
Szakaszosan vezetik be az online pénztárgépeket használó vendéglátóhelyek és jeggyel látogatható turisztikai látványosságok adatszolgáltatási kötelezettségét. Az érintett cégek és intézmények a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé kötelesek a forgalmukkal kapcsolatos adatokat szolgáltatni. Az első szakaszban a nettó 100 millió forint árbevétel felett teljesítő vendéglátóhelyek és turisztikai szolgáltatók számára kötelező az adatszolgáltatás az ENTAG felé. Többen már is megtalálták azonban a kiskapukat. A puding próbája az evés, az adatszolgáltatásé pedig a rendszer működtetése. Az első tapasztalatok nem túl jók. Ebben a vásárhelyi bisztróban például jelentősen megnőtt a várakozási idő az utóbbi három napban. 6130 és készpénzes lesz. Július 1-től ugyanis a büféknek, éttermeknek, cukrászdáknak, kávézóknak, italboltoknak, bároknak, szórakozóhelyeknek és gyorséttermeknek is valós időben kell adatokat szolgáltatniuk. Ez lényegében azt jelenti, hogy július 1-től már a vendéglátósok is csak az ENTAG adatszolgáltatásra alkalmas szoftver közbeiktatásával adhatják el a termékeiket. Így lényegében két helyen kell regisztrálni. A NAV-hoz bekötött pénztárgépen és az ENTAG-hoz kapcsolódó szoftveren keresztül. Ez a harmadik nap, hogy úgy dolgoznak velük. Most is, még a mai napig is vannak olyan hiányosságok, amiket nem tudunk, hogy hova kelljen beütni. Az adatokat az adóhivatal, a központi statisztikai hivatal és a helyi önkormányzatok is láthatják, de személyes adatok nem juthatnak el a hatóságokhoz. Az tehát nem derül ki, ha valaki egy italboltban egy adott napon megívott egy kis fröccsöt, amit 10 felessel kísért le. Vannak olyan cégek is, melyek kiskapukat kerestek, mert egyelőre nem akarják vállalni a plusz terheket. Az egyik legismertebb megoldás, hogy megszüntették a régi vállalkozást július 1-e előtt, és újat hoztak létre a régi tevékenységgel. Így nekik elég lesz jövő év elejétől adatokat szolgáltatni. Azok azonban, akik most átléptek az új rendszerbe, az ingyenes vendégen szoftvert használhatják. Próbáltunk behelyezni már a hétfői napra egy plusz egy gépet, ami ugyanúgy szolgáltatja a turisztikai hivatalnak az adatot. Az intézkedést azzal indokolják, hogy a statisztikai adatok alapján jobban láthatóvá válik a turisztikai térségek, települések tevékenysége, és a napra kész információk alapján lehet fejleszteni az ágazatot. Egyelőre azonban nem világos az érintett vállalkozók számára, mivel nyújt többet ez a rendszer, mint az egyszerű pénztárgép. Azt ugyanis továbbra sem regisztrálják, hogy egy adott helyen mennyi időt tölt el valaki étkezéssel vagy képtárlátogatással. Az viszont benne lesz az adatbázisban, hogy a C-menü mellé kértünk még egy szelet süteményt is. Július 1-ével lemondott a Tornyai Múzeumban betöltött szakmai tanácsadói teendőiről Miklós Péter. A korábbi igazgató idén májusban tért vissza a múzeum élére, de nem mint az intézmény vezetője, hanem szakmai vezetőként. A Hotpress értesülései szerint Miklós Péter azzal indokolta lépését, hogy a közgyűlés döntése értelmében júliustól a Tornyai főigazgatói teendőit Nahimi Péter látja el, így számára nem maradt feladat az intézménynél. Nahimi ugyanis szerinte gyakorlott múzeumigazgató, megfelelő vezető, így gyorsan belerázódik majd a Tornyai irányításába. Miklós Péter a továbbiakban kutatói és oktatói munkájára koncentrál majd. Az egészségügyi beszállítók többsége kénytelen hitelt felvenni, hogy finanszírozni tudja az állam által ki nem fizetett számlákat, írja a Népszava az érintett érdekvédelmi szervezetek felmérésére hivatkozva. Az alig több mint egy hete derült ki, hogy a 4 egyetemi klinikával együtt becslések szerint immár 75 milliárd forint is lehet az intézményekben felhalmozódott adósság. A Magyar Államkincstár friss adatsorában az is látszik, hogy havonta átlagosan több mint 10 milliárd forinttal nőtt a tartozás, amely már az év elején sem a nulláról indult. Ezt az összeget most azok a beszállítók kénytelenek meghitelezni, amelyeknek termékei nélkül nem működhetnének a műtők, leállnának a laborvizsgálatok és például a kórházi informatika is. A ki nem fizetett számlák értékét a beszállítók képtelenek saját erőből hosszabb távon hitelezni, derült ki az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete, az Orvostechnikai Szövetség, illetve a Mediklaszter több mint 100 tagvállalatát érintő felméréséből.
Már nem csak az elektronikus receptek, egészségügyi dokumentumok, COVID-igazolványok érhetők el online, ugyanis újabb funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte Rétvári Bence államtitkár. Mostantól már nem csak az elmúlt 3 hónap, hanem az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér indulása óta feltöltött valamennyi laboreredmény, ambulánslap, zárójelentés és minden orvosi dokumentum megnézhető és letölthető az egészségablak mobiltelefonos alkalmazás segítségével. Továbbá újdonság az is, hogy az alkalmazásból közvetlenül hívható a 18-12-es egészségvonal a hét mindennapján 0-tól 24 óráig, ahol például a szűrővizsgálatokról kaphatnak tájékoztatást. A mindenki számára elérhető alkalmazás ingyenes, az első használathoz tajszámra, ügyfélkapu azonosítóra és jelszóra van szükség. Már szüleiket utánozva, két lábra állva őrködik a szegedi Vadasparkban nemrég született 5 szurikáta gyerek. Ennyi kicsi még nem született egyszerre, ráadásul idő előtt kibújtak föld alatti járataikból a látogatók nagy örömére. Cukiságból nincs hiánya, az biztos, a mezopotámiai dámvadak csapatában szintén 5 borjú látta meg a napvilágot. Hát kapnak gyümölcsöt is, túrót, tojást, kis fehérjébe, kisegeret. Kisegereket. Azt hittem, hogy gyümölcsevők a szurikáták. Jó étvágyjal falatozták a bogárlárvákat, a legfiatalabb szurikáta bébik is. Az új jövevények a Vadaspark kedvencei. Már most, a felnőtteket utánozva, ők is két lábon állva figyelik a rájuk leselkedő veszélyforrásokat. Május közepén 5 apróság tűnt fel az üregek bejáratánál, szüleik és idősebb testvéreik születésük óta közös erővel vigyázzák a kicsiket. Május elején születtek, pontos dátumot nem tudunk mondani, hiszen ők a föld alatt látják meg a napvilágot. Ahhoz képest viszont korán előjöttek, kicsit aggódtunk is, mert ilyen piciként még nem szoktuk látni őket. És azt is láttuk, hogy milyen sokan vannak az előző 2 almuk, az 2, illetve 3 kicsiből állt, most meg 5 vannak. De aztán megnyugodtunk, mert láttuk, hogy az egész család gondosan figyeli őket és neveli. Most arra már annyian vannak, hogy lassan kinövik jelenlegi kifutójukat. Az idősebb testvéreknek hamarosan más állatkertben keresnek otthont. A vadonban is ez történik, az utódok előbb-utóbb elvándorolnak. Hasonlóan a szurikátákhoz a mezopotámiai dámszarvasoknál is éppen 5 utód született. Szerencsére semmi komplikáció nem volt se a leszületésük, ne se később, nagyon szépen cseperednek, és így már 21 fős a mezopotámiai dámszarvas állományunk, ami külön büszkeség, mert ezt a fajt csak a szegedi vadaspart tartja hazánkban, illetve Európában is egy ritkaságnak számít ez a szarvas. Ritkaságuk oka, hogy a vadonban gyakorlatilag kipusztultnak számított, és ma sem él belőle több a világon, mint 2000 egyed. A 3 hetes borjukat már a látogatók is megfigyelhetik a veszélyeztetett faj erdei kifutójában. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés. Hírműsorra holnap a szokott időben 17 óra 30 perckor jelentkezünk legközelebb, de addig is ott vagyunk az online térben, ahol visszanézhetik korábbi műsorainkat Facebook oldalunkon vagy a Vásárhelyi Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra holnap 17.30-kor.